hívó zenekar várta a harkányiakat a művelődési ház bejáratánál. A helyiek a város március 15-i ünnepségére érkeztek. Az eseményen Baksai Endre Tamás köszöntötte a vendégeket, aki először is felidézte az 1848-as forradalom és szabadságharc jelszavait. Szabadság, egyenlőség, testvériség. A polgármester ezután hangsúlyozta, hogy ez a nap olyan ünnep, amellyel valamilyen módon minden korosztály és minden társadalmi réteg azonosulni tud. Hozzátette, a 48-as események üzenete az, hogy tegye mindenki azt, ami a tudása szerint a legjobb, a leghasznosabb, és ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem a közösségre is. 1848 soha el nem halványuló emlékének titka talán az, hogy vér nélkül, józanul, megfontoltan zajlott le az átalakulás, hiszen az ország építeni akart. Nemzetgyűlést választott, törvényeket alkotott. Amikor rákényszerítették, akkor harcolt a szabadságáért, a függetlenségért, és nem az egyéni érdek számított, hanem a közös érdek. Petőfiék meghatározó pillanatait a helyi általános iskola diákjai elevenítették fel. Március 15-e Harkány számára különösen is fontos, hiszen van kötődés a város és nemzeti ünnepünk között. Kovács Antal honvéd hagynagy, korábbi terehegyi református tiszteletes, tehát ő terehegyi származású, és itt van Harkányban, vagy a terehegyi temetőben eltemetve, úgyhogy ez mindenképpen nekünk egy fontos megemlékezés ilyenkor. Az ünnepség résztvevői a műsor után Munkácsi Albert egykori helyi lelkész emléktáblájánál helyezték el a koszorúkat, majd Kovács Antal sírhelyénél rótták le tiszteletüket a vezetők.